A laboratóriumtól a betegágyig Pécsen is kutatják a hatékonyabb gyógyítást. A daganatos gyermekek kezelése után segítenek, nyílt napot tartottak a Törösi Péter Alapítványnál. Európa balett sztárjai a Kodály Központban, virtuóz szólók klasszikus repertoára a nemzetközi tánctalálkozón. 8 műfaj, 12 csoportban, új tagokat vár a Fordland Táncklub. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Hogyan juthatnak el minél gyorsabban a kutató laboratóriumok eredményei a gyógyításba, hogyan lehet a kipróbált terápiákon finomítani, még az új gyógymódokat pedig minél hatékonyabban a gyógyszerfejlesztés felé terelni. Ilyen kérdésekre keresik a válaszokat 4 orvosegyetem kutatói. A pécsiek a budapesti, szegedi és debreceni kollégáikkal összefogva indítottak közös programot. A modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése translációs megközelítésben a laboratóriumtól a betegágyig című projekt 117 millió forintos EU-s forrásból támogatják 2020. augusztus végéig. Annyit fejlődött az orvostudomány az elmúlt 50-60 évben, hogy amik korábban a kutatók is klinikai betegágy mellett dolgoztak, mert ezek teljesen elszaparálódtak a területek egymástól, így valaki vagy egy elméleti helyen anatómia, élettan, biokémia dolgozik, vagy pedig egy klinikai intézményben, és mivel nincs a kettő között igazán szoros kapcsolat, ezért nagyon-nagyon kevés az olyan felfedezés, ami egyből a betegek javára visszafordítható, tehát a fő cél az a jobb betegellátás, a betegek javára olyan felfedezéseknek a tétele, illetve azoknak minél hamarabb eljutatása a klinikumba, ami óriási változást tud akár rövid időn belül javítani az egészségügyben. Csökkent az iskolai lemorzsolódás. A Magyar Hírlap azt írja, az előző tanév második fél évében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya országosan 10,85% volt. Ez jó előjel is lehet, ugyanis tavaly még az Európai Unió statisztikai hivatal szerint 11,6% volt. Megyénként mindazonáltal jelentős a különbség. A legrosszabb a helyzet Nógrád megyében, ahol a diákok 20%-a hagyja el befejezetlenül az iskolát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az arány 18%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 16%, még a budapesti ráta alig több mint 7%. Nyílt napot tartottak a pécsi Törösi Péter Alapítványházban. A szervezet célja komplex prevenciós és rehabilitációs segítség nyújtása a PTA-ok gyermekgyógyászati klinika onkológiai osztályán kezelt és utógondozott gyermekek, testvéreik és családjaik számára. A nyílt napon bemutatóval készültek az alapítvány tagjai, a résztvevőket pedig körbevezették a házban. A gyógytornász mindkét keze szabad, tehát nem kell a testet tartania. Hát föl lehetne rakni egy pár ilyen. Ilyen speciális ágy is rendelkezésére áll a Törösi Péter Alapítványnak. A szervezet rehabilitációs központjában ezt is megtekinthették azok, akik részt vettek a nyílt napon. Emellett a lakószobákat is otthonosan rendezték be, hogy a gyerekek kényelmesebben érezzék magukat, mint egy kórházban. Az eseményen Sztojkovics Éva is részt vett, aki elmondta, minden tisztelete az ott dolgozóké, hiszen bárki, akinek van beteg gyermeke, tudja, milyen megpróbáltatásokat kell kiállniuk. Vagy ha van gyermeke, az is, hogy mennyire nehéz az, ha megbetegszik, ha már kisebb baja is van, hogy milyen problémákat okoz. És itt ilyen daganatos és leukémiás gyerekek gyógyításával kapcsolatosan folyik a munka, és azt gondolom, hogy ez egy nagy erőpróba mindenki számára, tehát a családok számára is. A Törösi Péter Alapítvány egyébként most ünnepli fennállásának 27 éves évfordulóját. Ez idő alatt pedig sok kis beteget kezeltek. Erről is beszélt az alapítvány elnöke előadásában. Dr. Szűcs Rozália, aki onkológusként is dolgozik, kiemelte, milyen fontos a segítségnyújtás. Nagyon kimerítő és nagyon nehéz kezelés, minél kevesebb mellékhatással bírjon, és ezért a gyerekeinknek szükséges az, hogy a rehabilitáció, tehát már a kezelés alatt, kezelés után is biztosítani azokat a segítségeket, amivel teljes életet élhetnek. A nyílt nap alkalmából egy kiállítást is szerveztek az alapítvány tagjai. A képeket a kezelt gyerekek élményeiről, táborokról és fejlesztésekről készítették. Emellett a nyílt napon tartott bemutatókon keresztül is megismerkedhettek az alapítvány munkájával a résztvevők.
A 18-49 éves magyar internetezők több mint kétharmada használt már netbankot, és az okostelefonnal rendelkezők közel fele telepített pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazást készülékére. Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. Az adatok azt mutatják, hogy pénzügyeinknek is egyre nagyobb részére van hatással a digitalizáció, és szakértők szerint a következő években az online pénzügyi alkalmazások, közöttük pedig különösen a lakástakarékokhoz kapcsolódó szolgáltatások robbanásszerű fejlődés előtt állnak. Átépítik, fejlesztik az Egyetem Damjanich utca épületét. 2018 őszétől a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel felszerelt környezet és számos egyéb szolgáltatás segíti a nemzetközi hallgatók beilleszkedését ezen a helyszínen. A Modern Városok program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési projekt egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának növelése. Egy cél elérés érdekében nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli, nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett különböző időtartamú kurzusok kínálatának bővítése és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása. Ezért a Damjanich utcai épületben 850 milliós fejlesztést hajtanak végre. Ugye a nemzetköziesítés jegyében a Modern Városok programhoz kapcsolódóan a nagy egyetemi fejlesztés egyik részeként a Damjanich megújul, és ott a Nemzetközi Oktatási Központ, illetve az Idegen Nyelvi Képző Központ és Nyelvi Központ a titkárság jelenik meg az ECL nyelvvizsgákkal és számos olyan képzési elemmel, amely zajlott már más karokon és más intézményekben és intézetekben, de ez most egy koncentrációja lesz valójában ezeknek a tudások. Egy hallgatói központ, egy nemzetközi hallgatói központ kerül kialakításra, amely tényleg szolgálhatja, azt gondolom, az egész város további nemzetközi esítési elképzeléseit. 232 hátrányos helyzetű gyermek étkeztetésére gyűjtöttek össze adományt a látogatók a Pécsi Napokon. A Tekerj, hogy segíthess program 2016-ban indult a Budapest Bike Mafia és a Cofidis együttműködésében. Az országos turné Pécsi állomásán a helyi érdekeltségű Pécs Bike Mafia önkéntesei közreműködésével 696 adag ételt tekertek össze a gyermekeknek a résztvevők. Hazai felmérésekből egyébként kiderült, hogy 36 és 54 ezer fő közé tehető azon gyermekek száma, akik számára a napi háromszori étkezés nem biztosított Magyarországon. 2 forinttal emelkedik a gázolajára szerdától, a benziné nem változik, így annak átlagára 353 forint marad, míg a gázolaj 353 forintra nő. A gépjárművel közlekedők akár 30 forintos különbségeket is tapasztalhatnak egyes kutak árai között. A Pécsi Múzeum kiállításain találkozhattak az iskolások azzal, amit a történelem órákon tanultak. Ötödikeseknek szervezett tárlatlátogatásokat az intézmény régészeti osztálya. Keddenként várják a gyermekeket, és több helyszínt is bejárnak. Bártfa, 5. osztálya. Elsők között érkeztek ezek a gyerekek a Pécsi Múzeum egyik kiállítására kedden reggel. Itt az a Pécsváros és Baranya megye ókori történetének a tárgyai vannak kiállítva. Ki tudja, hogy hogy hívták az ókorban, vagyis most, ami lényeges, a római korban Pécset. Milyennek a kiállításnak a Sofiana. Pécs múltjáról tanulhattak a fiatalok itt, méghozzá úgy, hogy képzeletben sétát tettek az ókori belvárosban. A gyerekek közül stábunk kérdésére többen azt felelték, hogy a történelem a kedvenc tantárgyuk az iskolában. Nekem a történelem és az informatika a kedvenc tantárgyam, és sok infóra számítok, és hogy remélem, hogy meg fogom jegyezni mindegyiket. A múzeum régészeti osztálya szervezte a foglalkozást, azt szeretnék, hogy a diákok ne csak az iskolapadban halljanak Pécs múltjáról, hanem a múzeumokban testközelből lássák, amiről tanulnak. Minden kedden jönnek a csoportok, egy nap több helyszínre is elviszik őket. A másik bemutató az a reneszánsz kiállítás, ami szintén itt van a helyben, tehát a Káton utca 4 alatt. Ott a reneszánszkor pécsi emlékeit mutatjuk be, nem nagyon ismert, de volt Pécsen egész jelentős reneszánsz időszak, nem is hosszú, de Janus Pannoniusszal kezdődött, érdemes megnézni, és ott a gyerekek játékos vetélkedőn is részt vehetnek. Harmadrészben pedig a Pécsváros történeti arculatával, belváros történeti arculatával ismerkedhetnek meg. A heti múzeum látogatásokra most kifejezetten az ötödikeseket várják, mert ők azok, akik a történelem órákon éppen az ókorról tanulnak.
Az elmúlt 2,5 évben 20 ezer otthoni pálinka főzőt jelentettek be az önkormányzatoknál, emellett tavaly több mint 8 millió liter 50 fokos pálinka készült a majdnem 600 SZESZ főzdében, írja a Magyar Idők. A szakértők szerint ugyanakkor nem tesz jót a pálinka szezonnak, hogy több helyen elfagyott a gyümölcs. Elfagyott a szilva nagy része, ahogy almából sincs sok. Utóbbi gyümölcsnek ráadásul igencsak felment az ára, már a léalmáért is jól fizetnek, így a többség alig ha pálinkát készít az almájából. Jelenleg a közteherrel együtt 1600 forint körül mozog 1 liter pálinka kifőzésének ára, ez az összeg pedig egyeseknek már sok lehet. Idén fél év alatt egyébként 1,2 millió liter italt adtak ki a főzdék. Balettgála estet rendeztek Európa jelentős balett együtteseinek jelenlegi sztárjainak és a jövőbeli reménységeinek előadásában a Kodály Központban hétfőn este. A gála est során látványos részleteket láthatott a közönség a modern tánc világából, valamint ismert virtuóz szólókat, kettősöket a világhírű klasszikus balett repertoárból. A program a 11. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó része volt. Tizenöt táncművész, 15 szólista, 9 nemzetiség, 7 országból. Ez jellemezte a 11. Nemzetközi Tánctalálkozó Balett Gála estjét. A Kodály Központban hétfőn este láthatta a közönség az előadásokat, melyek más és más műfajt mutattak be. Klasszikus padödő, klasszikus szóló és modern. Ugye ez a Metmetox Limon Graham technikából fakadó, mégis a klasszikus balettra is hajazó egy ilyen vegyes egyveleg, de általában a gálán ilyenkor nagyon jó zenékre, nagyon jó mozgás szoktak lenni. Igazából ezek a kis szólók és padödök, ezeket úgy készítik el a koreográfusok, hogy ez ténylegesen a közönség szórakoztatására szóljanak. A Pécsi Balett két táncosa a Szimbiózis című páros előadást mutatta be. Legutóbb ezt a balettet Országban láthatta a nagy érdemű. Vince Balázs elmondta, a pécsi táncosok ezzel a nagy sikerű darabbal képviselik a Baranyai megyeszékhelyet a tánc találkozón. Egy helyi férfi kért segítséget a rendőröktől szeptember 18-án azért, mert Moldványhíd pusztai házát feltörve találta. A tulajdonos a rendőröknek elmondta, hogy a családi ház egyik ablakát valaki benyomta, és a házból alkoholos italokat lopott el. A rendőrök 4 órán belül beazonosították és elfogták a lopással gyanúsítható helyi férfit, majd előállították és kihallgatták gyanúsítottként. A 31 éves tettes a bűncselekmény elkövetését elismerte, és elmondta, hogy a lopott italokat pár órán belül megitta. A gyanúsított ellen a Szigetvári rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. A Fordon Tánc Klub vezetői mindent a név elején kiemelt rendezvényt szánnak azoknak, akik szeretnék jobban megismerni a klub életét, vagy éppen ki szeretnének próbálni egy-egy táncműfajt vagy mozgásformát. Ezúttal is a Fordon Tánccentrumban tartották bemutatójukat, valamint ingyenes nyílt napjukat. Idén 8 műfajban összesen 12 csoportba várják az új tanítványokat. Minden évben elkövetjük ezt, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki számára megmutassuk a működésünket, másrészt pedig a Fordon Tánccentrum. Hát mondhatnám illusztris épületét, ugye sokan csak kívülről látják, mi van itt, mind a 4 táncterem nyitott ilyenkor. Tehát minden évben így szeptember elején lehetőséget adunk azoknak, akik szeretnének beiratkozni, megnézni a műhelyi munkát, kipróbálni, tehát ez a nyílt nap lényege nálunk. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Fontos, hogy azokat is ünnepeljék, akik megtermelik az egészséges élelmiszert a magyarok asztalára. Elsősorban ezért indították útjára a Földművesek napját, melyet még az egykori földművelésügyi miniszter Torgyán József álmodott meg. A zászlóbontásnak szombaton Csokonya Visonta adott otthont. 2015-ben még Torgyán József kezdeményezte a Földművesek napjának életre hívását. Az ez év januárjában elhunyt egykori földművelésügyi miniszter álma szombaton vált valóra Csokonya Visontán. Az ő feladatuk volt, és ma is az ő feladatuk az, hogy az ennivalót, a tiszta ételt az emberek asztalára tegyék. A világ globalizálódik. Azt elkerülhetetlen, azt látjuk mindannyian, hogy mi történik, de az üzemszerű gazdálkodás nem feltétlen megoldás mindenre. Nem beszélve arról, hogy a
a családi gazdaságok, őstermelők nem tudnak a globalizációban részt venni, nem tudnak partnerré válni, de nem lehet róluk megfeledkezni. A mozgalom nem véletlenül indult Csokonya-Visontáról, hiszen a település szülöttje az egykori mezőgazdasági miniszter Nagyatádi Szabó István. Ő hozta létre az első országos magyarországi parasztpártot, 1920 után pedig hazánk egyik legnépszerűbb politikusává vált. Mindeközben pedig a hazai mezőgazdaság hatalmas fejlődésen ment keresztül, emelte ki Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke. Amíg a nyugat-európai mezőgazdaságot a technológiai fejlesztés húzta, addig a magyar mezőgazdaságot ezeknek a parasztembereknek a komplex tudása, illetve az az innovációs képessége, hogy ezek több lábon álltak mindig, sok mindenhez kellett érteniük, és kiművelték magukat. Megvoltak azok a lehetőségek, azok az iskolák, aranykalász tanfolyam, és a többi, amivel fejlesztették a tudásukat, és egész magas szintre emelték. Nagyatádi Szabó István következetesen képviselte a kisgazdák érdekeit, ma pedig a magyar kormány és a szaktárca teszi mindezt, mondta Cervány György államtitkár a zászlóbontó ünnepségem. 2010-hez képest mintegy 130 millió forinttal magasabb a közvetlen támogatások összege, de a nemzeti költségvetésbe biztosított támogatások is, főleg itt a baromfi sertés ágazatban, amelyek unióságon nem támogathatók közvetlenül, mintegy háromszorosára növekedtek ez alatt az időszak alatt. A tervek szerint a Földművesek napjának minden évben másik település ad otthont, de 10 évente újra visszatér Nagyatádi Szabó István szülőfalujába, Csokonya-Visontára. Három napon át gyűjtötték a szemetet és tisztították meg környezetüket az önkéntesek szerte az országban. Az idei Teszed akcióhoz számos somogyi településen csatlakoztak a civil szervezetek és az intézmények. A hideg esős idő sem szegte kedvét a szemétszedőknek. Balaton Mária fürdőn például a gyerekek voltak a legaktívabbak. Itt hagyta a szemetét. Meg még rá is kötözte? Ja. Hogy lettek? Valaki biztosra ment, egy foákhoz rögzítette a szeméttel teli szatyrát, de ez sem fogott ki az önkénteseken, akik Balaton Mária fürdőn mindenféle hulladékot találtak. Óvatosan, nehogy megvágjátok magatokat. Hú, én találtam itt egy régi ruhát. A programon a környezetvédelem és a természet megismerése együtt van jelen, úgy, hogy hasznos élményt tudnak nyújtani a gyerekeknek, akik kivették a részüket a munkából is. Volt is mit összegyűjteniük. Ez a nyugati övcsatorna Balaton Mária fürdőnél, Balatonba torkoló része. Az állapotok azok nagyjából a turisták által itt hagyott szemetek, azok a horgászok által, akik nem figyelnek oda, hogy a kicipelt horgász felszerelés és egyéb élelmiszer csomagolóanyag az vissza is kerüljön. Döntően ilyen szemetet találunk. Ezen az egy helyszínen is több zsáknyi hulladéktól szabadították meg a környezetet az önkéntesek. Az akció 6 évvel ezelőtti indulásakor csupán 30 ezeren vettek részt. Tavaly már 190 ezer önkéntes jelentkezett az akcióra, amelyben mintegy 2860 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Idén valamivel több mint 1700 helyen takarították el a hulladékot a programban résztvevők. Ha megvalósulnak a turisztikai fejlesztések, akkor 12 hónapos várossá nőheti ki magát Szekszárd, és a családok akár egy hetet is eltölthetnek majd a megyeszékhelyen, mondta Ács Ezső polgármester a szüreti napokon. A szokásoknak megfelelően idén is hosszú sorban vonultak Szekszárd iskolái, kulturális egyesületei és a meghívott vendégek a szekszárdi szüreti felvonuláson. Bár az időjárás időnként ráijesztett az idei születi napok szervezőire és résztvevőire, azért a kellő pillanatban mindig kisütött a nap, vagy elállt az eső. Ennek megfelelően az idei mulatságen is több tízezres tömeg élvezhette a koncerteket, kiállításokat, színházi előadásokat, és persze a fő attrakciót, a felvonulást. Kajon lánynak, kajon legény gyalázza, engem is gyaláz, de semmire való. Zsikó Zoltán, a rendező szekszárdi közművelési KHT ügyvezetője azt mondta, jó struktúrát és kerek a szekszárdi születi napok rendezvénye, melynek legfőbb erénye az összefogásban van. Sok jó fesztivál van az országban, sok fesztivált lehet csinálni, sok pénzből, de azt gondolom, hogy ekkora fesztivált, ilyen hangulatot, ilyen lelkületet csak egy közösség adhat egy fesztiválnak, egy erős közösség, egy erős vállalkozói közösség, egy nagyon jó borász közösség,
és alapvetően a szekszárdi családok. A szekszárdi születinapok sikere jót tesz a bor hírnevének, és jelentősen hozzájárul a termék marketingéhez, állítja a borrend nagymestere. Ez kölcsönös, erősíti a borrend hitelességét, és úgy gondolom, hogy a szekszárdi fesztiválnak is a ázsióját emeli, és elmondom, hogy nagyon sok fesztiválon veszünk részt, természetesen kölcsönösségi alapon, de Szekszárdra nem gond toborozni a borrendeket. A borrend tagjai közé ezúttal ismét egy ismert arc került. Gundel Takács Gábor felelt meg a tagfelvétel követelményeinek. Én nagyon hiszek a magyar borokban, és azt gondolom, hogy a magyar borok igazán kiválóak világszínvonalon is. Kicsit probléma, hogy Magyarország nem tízszer akkora, mert ha tízszer akkora lenne, akkor tízszer annyi borunk lenne, és akkor a világ jobban ismerné a magyar borokat. De én azt gondolom, hogy mi itt Magyarországon fogyasszunk magyar borokat, és ez nem csak egyfajta, ilyen magyar skodás, vagy nem ilyen magyar büszkekedés, hanem valóban azt gondolom, hogy a magyar borok nagyon jók. Ácsereső polgármester úgy fogalmazott, a Gyémán díjjal kitüntetett szekszárdi születinapok a többi följövőben lévő rendezvénnyel együtt olyan vonzerő, mely további lehetőségeket nyit a város előtt. Ha a turisztikai fejlesztések megvalósulnak, akkor egy 12 hónapos várossá növi ki magát Szekszárd, és nem egy egynapos város lesz, hanem családok számára is akár egy hetet is el fognak tudni majd tölteni, és összeszámukra is vonzó tud lenni ez a város. A bor az mindig ott lesz valahol a gondolkodásban. Én azt gondolom, hogy az a munka, alázat, amely a borhoz, és az a minőség, amely ma már a szekszári borhoz kapcsolódik, ez meg kell, hogy jelenjen mindenben, amit itt Szekszárdon építünk. A 2017 évi szekszárdi születi napokon 44 borház, közel 150 kiállító, és több mint 64 produkció szórakoztatta a közönséget. Csülkös, szarvaskorbászos vagy éppen marhahúsos lecsó, igazi különlegességek fortyogtak a bográcsban a hétvégén Bőszénfán. A településen immár 16. alkalommal rendezték meg a zselici tüzes lecsó főző kavalkádot. A rendezvény célja a helyek összekovácsolása mellett az is, hogy a látogatók megismerjék Bőszénfa természeti és kulturális értékeit. Javában készül a táposok csapatának lecsója, a családi baráti társaság rutinos résztvevője a zselici tüzes lecsófőző kavalkárnak. Ezúttal egy különleges, szarvaskolbászos ínyenséggel készültek. Stábunk ott járt akkor, még nem tudhatták, hogy ételükkel az előkelő harmadik helyet szerzik majd meg. A legalapabb, ami a titok az, hogy édesanyám készíti a kiremek szakács, a másik, ami az egyik fő hozzávalója, az a bőszénfai szarvaskolbász. Különleges étkekben nem volt hiány a hétvégén Bőszínfán. Ez a pécsi csapat egy marhahúsos lecsót álmodott meg. Ezt előre bepárcoljuk egy jó pár napra, megfelelő fűszerekkel, és készen pedig vörösborba pácoljuk, illetve pároljuk, bocsánat. Tehát egy 2-3 óra neki kell, hogy vörösborba párolódjon, megpuhul szépen, lesz egy színe, és így tálaljuk. A rendezvény létjogosultságát mutatja, hogy már 16. alkalommal rendezték meg. A Lecsó Fesztivál nem csak a helyi közösség összetartozását erősíti, hanem komoly marketing értékkel is bír. Erre mondtam azt, hogy ezt nem lehet forintárosan lemérni, hogy mit jelent a falunak. Nekem nagyon jó érzés az, ha találkozok valakivel Kaposváron, és azt mondja, hát polgármester úr, nem is gondoltam, hogy Bőszénfa ilyen település. Hiszen árobognak a 67-esen, én azt hiszem, ez minden forinttól, minden egyéb anyagi állásszolgáltatásról többet ér. A versenyző csapatok sorra vitték alkotásaikat a zsűri elé, akik nagy szakértelemmel kóstolták az ételeket. Az első helyezést végül a kaposmenti legények csülkös, grillkolbászos lecsója érdemelte ki. A kaposfői önkormányzat csapata második lett, míg a bőszínfai táposok a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. A laboratóriumtól a betegágyig Pécsen is kutatják a hatékonyabb gyógyítást. A daganatos gyermekek kezelése után segítenek, nyílt napot tartottak a Törösi Péter Alapítványnál. Európa balett sztárjai a Kodály Központban, virtuóz szólók, klasszikus repertoára a nemzetközi tánctalálkozón. 8 műfaj, 12 csoportban, új tagokat vár a Fordnan Tánc Klub. Szerdán párás ködös lehet a hajnal, napközben több helyen előfordulhat esőzápor.
A Dunántúlon feltámad az északnyugati szél, 7-12 fokos reggel után 12-23 fokot méretünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, szerda este jelentkezünk, viszontlátásra!